Tolna város önkormányzata megtartotta első testületi ülését. Az új képviselőtestület tagjai közül 6, a Fidesz-KDNP, 5 pedig a Tolna városért egyesület jelöltje volt. A képviselők valamennyien aktívan részt vettek a munkában, és én arra számítottam, hogy folytatódik az elmúlt 5 évnek a termékeny munkája, és így is volt. Tehát gyakorlatilag nem voltak politikai viták, kizárólag szakmai kérdések voltak. Mindenki a kérdésére választ kapott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kifejezetten jó hangulatban telt az első testületi ülés. Az első ülés napirendi pontjait illetően Appelszopfer Ágnes polgármester elmondta, elég sok fontos döntés hoztak. Az egyik az egy intézményműködtető központnak az intézményvezetőjét neveztük ki. 3 jelentkező pályázta meg ezt a lehetőséget. Ebből 2 volt érvényes, az egyik nem csatolt minden mellékletet. A 2-ből mind a 2 remek pályázat volt egyébként, de mi úgy döntöttük, hogy a régi intézményvezető, aki már bevált és tényleg fantasztikus munkát végzett az elmúlt 5 évben, őre számítanánk a következő 5 évben is, úgyhogy marad január 1-től Bauer József, aki jelenleg is a Tolna Intézmény Működtető Központ igazgatója. Aztán ugye felállt az új képviselő testület, és újra döntöttünk arról, hogy a felügyelőbizottságba, Tolnai Önkormányzati Tűzoltóságba intézményműködtet, tehát hogy kiket fogunk az új testületből delegálni az egyes szervezetekbe. Az a döntés született, hogy a Telena Kft. Felügyelőbizottságába nem képviselőket, hanem szakembereket delegálunk, és így Bogdán Sándor, Neihardt Zita és Bauer József lettek a felügyelőbizottság tagjai, pénzügyi szakemberek mindannyian. Én azt gondolom, hogy ez egy remek választás volt, és egyhangúan választották meg őket a képviselőtestület tagjai. A Vosinszky Mór általános iskolát az állam tartja fent és működteti. Az ott működő intézményi tanácsba Berta Zoltán alpolgármester delegálta a város önkormányzata. Továbbra is segíti a testület munkáját a külkapcsolatok terén egy úgynevezett nemzetközi munkacsoport. Ennek vezetője továbbra is Heimann Józsefné, a Garai Gimnázium igazgatója lesz, akinek fő feladata a német testvérvárosi kapcsolat ápolása. A Tolnai Önkormányzati Tűzoltóság egy olyan köztestület, amit a város és a Tolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület hozott létre. Ennek felügyelőbizottságába az alapszabály szerint a polgármester delegálják, mellette további 2 főt, Berta Zoltán alpolgármestert és Gult Csaba képviselőt. Vannak olyan társulások, aminek akár gesztorai, tehát akár a vezetői vagyunk, akár csak tagjai. Én azt javasoltam, hogy ide mindig a polgármestert és helyetteseként az alpolgármestert delegálják, mert hogy ezek általában munkaidőben vannak. Ha nekünk ez a munkánk, alpolgármester úrral, akkor kutya kötelességünk, hogy abban a munkában is részt vegyünk. Nyilván ezért plusz javadalmazás nem jár egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy úgyis mi talán egy picit jobban képbe vagyunk a mindennapi dolgokkal, mint képviselőtársaim, és az a célszerű, hogyha mi veszünk részt ebben a munkában. Az egyik EFOP-os pályázatunkban volt egy viszonylag nagy keret arra, hogy felsőoktatásban tanuló diákokat anyagilag támogassunk, és pályázatot írtunk ki, most volt az elbírálása, és nagy örömmel tudtunk arról dönteni, hogy 856 ezer forintot osztunk ki gyerekenként, illetve fiatalonként, mert hát azért ők már nem gyermekek. És én azt szeretném egyébként, hogy a következő években ugyan a Tolnai Tudásért Alapítványt minden bizonnyal meg fogjuk szüntetni, mert ilyen formában nincs értelme annak, hogy működjünk, de a költségvetésben, a város költségvetésében szándékaim szerint fogunk olyan keretet elkülöníteni, amiben tudjuk a gyerekeket továbbra is támogatni, ugyan most pályázati forrásból, később pedig majd az önkormányzat saját bevételei terhére fog pályázatot kiírni, és én azt gondolom, de ezt majd eldöntjük, hogy akár a képviselőtestület, akár egy-egy bizottsága dönt majd arról, hogy milyen formában támogatjuk, milyen lesz a pályázat, amit kiírunk, és mi alapján bíráljuk el ezeket. Én azt gondolom, hogy 1-2 millió forint biztosan lesz a város költségvetésében arra, hogy a felsőoktatásban tanulókat a továbbiakban is támogassuk. Létrehoztunk egy munkacsoportot, ami a város forgalmának az újragondolását fogja felülírni, vagy felülvizsgálni. Nagyon sok probléma van azon túl, hogy az utak
többé-kevésbé jó vagy rossz minőségűek, de vannak problémáink az útburkolattal, és vannak problémáink folyamatosan a parkolással, a csapadékvízelvezetéssel, a közlekedési táblákkal. Úgyhogy én azt javasoltam a képviselő testületnek, és egyhangon meg is szavazták ezt egyébként, hogy hozzunk létre egy munkacsoportot, ami felülvizsgálja a városforgalmi rendjét. Ezen azt értem, hogy lesznek szakemberek, és itt most nem képviselőket, hanem szakembereket szerettünk volna, és sikerült is ebbe bevonni, akik megnézik, hogy hol van akkora forgalom, hogy esetleg egyirányosítani kelljen egy-egy utcákat, hol van lehetőség arra, hogy ezt megvalósítsuk, hol kéne esetleg jobban kiszélesíteni az utat, most nem feltétlenül az út burkolatára gondolok, hanem esetleg egy kicsit patkát szélesítenénk, hiszen az út felújítása az súlyos milliók vagy tízmilliókba kerül, úgyhogy azért ez nem ilyen egyszerű, minden esetre várjuk ennek a munkacsoportnak a véleményét és a javaslatait a vonatkozásban, hogy tudnánk megváltoztatni és megkönnyíteni egy kicsit a tolnaiaknak a közlekedés, legyen az kerékpáros közlekedés vagy autós közlekedés. Ennek a bizottságnak vagy ennek a munkacsoportnak a alpolgármester úr lesz a vezetője, képviselő tagjai Gul Csaba és Dömény Zsuzsanna, ezen kívül pedig rendőrőrparancsnokat szeretnénk erre felkérni, illetve a polgárőrség képviselőjét, illetve a város műszaki osztályának két képviselő, közterületfelügyelőt, és azt, aki itt a forgalmi renddel foglalkozik, hogy ne politikusok döntsenek arról, hogy mi volna itt a legcélra vezetőbb a tekintetben, hogy minél könnyebb legyen az autósok, kerékpárosok, gyalogosok élete, hanem tényleg itt a szakma döntene. A munkacsoportok által előterjesztett javaslatok jóváhagyásáról vagy mellőzéséről a képviselő testület dönt, mindig figyelembe véve a város lakóinak érdekeit, hangsúlyozta Appelszoffer Ágnes. Az első testületi ülésen összesen 22 napirendi pontban hoztak döntést a képviselők.